A világ madártávlatból. A mai epizódban Delaware állam. Wilmingtontól Rehoboth-ig. Utunk Delaware állam északi részén kezdődik, a Winterthur Múzeumnál. Ott délnek fordulunk Wilmington, az állam legnagyobb városa felé. A folyó mentén Newcastle műemlékházaihoz repülünk. Azután Peepatch Island és Fort Delaware, a fővárost védő erőd, majd beljebb Newarknál a Delaware-i egyetem következik. Az irányt tartva jön Dover, a nemzetközi autóversenypálya és egy nagy amerikai légitámaszpont. Ott a part felé fordulunk és megnézzük a telelni induló vándormadarakat. Lewisnál a kompok szelik a Delaware-öböl vizét New Jersey felé. A város szélén fekszik a Henlopen állami park és néhány második világháborús relikvia. Utunk a népszerű bevásárló és üdülőhelynél Rehoboth-nál ér véget. Delaware a második legkisebb amerikai állam Rhode Island után, és elsőként írta alá az új alkotmányt 1787-ben. Delaware gazdasági és ipari fejlődése sokban kötődik egy családhoz, a Duponokhoz. Sikerük bizonyítéka látható Winterthurban, amit Henry Francis Dupont építetett az 1900-as évek elején, több 18-19. Századi stílus ötvözésével. Érdekelni kezdte az amerikai iparművészet, ma már 90 000 tárgy van adja az öten. Az 1950-es években múzeumként nyitotta meg a házat. Rajongott a kertészkedésért is. Az érdeklődők körbesétálhatnak a 24 hektáros angol kertben. Henry Dupont írta élete alkonyán: őszintén remélem, hogy a múzeum az ihlet és tudás forrása marad örök időkre, hogy a kert és a park maga is múzeum lesz, ahol a látogatók hozzám hasonlóan élvezhetik egy vidéki birtok szépségeit, amit szeretettel gondoztunk 3 nemzedéken át. A család egy másik tagja, Alfred Dupont építette 1910-ben a Nemours Mansion-t 18. századi francia stílusban. Azután a francia város után nevezték el így, ahonnan az első Dupont kivándorolt a francia forradalom idején. A házban 5 szinten több mint 70 szoba van, és ajándék volt második feleségének, Alicia-nak. Alfred Dupont alapította a Nemours alapítványt beteg gyermekek megsegítésére, és gyermekkórházat is építetett a háztól nem messze. A Nemours egyik büszkesége a kert, amely francia stílusú, és nagy hatással volt rá 14. Lajos Versailles kastélyának kertje. Ez a legnagyobb francia kert Észak-Amerikában. A központi sétány majdnem 1/2 kilométer hosszú. Több szökőkút, medence, szobor és egy pavilon van benne, és az egészet erdők veszik körül. 2005-ben kezdődött el a kert és a ház teljes körű restaurálása. A 3 éves projekt 40 millió dollárba került. A Dupont család 1802-ben érkezett meg Delaware-be, és megalapította az Eleutherian Mills lőportgyárat. Akkoriban víz kellett a gépek hajtásához. Sorakozott. A gépek nagy részét Franciaországból hozták, az épületek tervrajzát pedig a francia kormány biztosította. A második év végére a telep 39 000 font puskaport állított elő.
Attól kezdve az eladások növekedtek, és 60 évvel később, az amerikai polgárháborúban már 4 millió hordó lőport adtak el a szövetségi kormánynak. Azonban a lőportgyártás veszélyes üzem, és 1818-ban 33-an haltak meg egy robbanásban. Ezért van az épületeknek három oldala kőből, a negyedik pedig fából, amely a folyó felé néz. Így egy esetleges robbanás nem a környező épületeket veszélyeztette. Az üzemet az első világháború után bezárták, ma ipartörténeti múzeumként működik. A folyó túlpartján van a DuPont kutatóközpontja, amit 1903-ban indítottak. A puskapor itt adta át a helyét a vegyészet új korszakának, olyan felfedezésekkel, mint a nylon, a neoprén, a kevlár és a nomex. Ma a DuPontnál több mint 2000 kutató dolgozik új termékek fejlesztésén. Wilmington a legnagyobb város Delaware államban és a hitelkártyaiparág országos központja. A világ legnagyobb bankjai közül is soknak van itt az amerikai főirodája. A város története a svéd telepesekig nyúlik vissza, akik 1638-ban érkeztek ide. A folyót Krisztinának nevezték el a királynőjük tiszteletére, de 1664-ben már az angoloké lett. A Wilmington név pedig II. György király miniszterelnökétől, Spencer Comptontól, Wilmington grófjától származik. Egyik híres épülete az 1907-es Wilmington szülötte tiszteletére. De a mai napig is csak Wilmingtonnak hívják. 1637-ben egy svéd hajó indult el Göteborgból az új világ felé. A telepesek 4 hónap múlva érkeztek meg Észak-Amerikába. A hajó neve Kalmar Nickel volt. Ez itt a másolata. Ott készült, ahol eredetileg Új-Svédország volt, és 1997-ben bocsátották vízre. A hajó minden évben számos vitorlás rendezvényen vesz részt, és amikor lehet, egésznapos kirándulásra viszi el a turistákat, akiket arra biztatnak, hogy segítsenek a legénységnek. A Kalmar Nickel Delaware állam tengerjáró nagykövete és a korai telepes idők emléke. A Delaware folyón Wilmingtonnál a Memorial Bridge ível át, amely 2 függő hídból áll, és New Jersey-t köti össze Delaware-rel. Az első hídon 1951-ben indult meg a forgalom, és átvette az 1920 óta működő kompok szerepét. A második hídat 1968-ban nyitották meg, 76 méterrel feljebb észak felé. Egyformának tűnnek, de az új híd hegesztett acélszerkezetű, nem a régi szegecsel technikával készült, mint az első. A 4 torony 134 méterre magasodik a víz fölé. A második híd elkészültekor úgy döntöttek, hogy a 2 hídat a II. Világháború, a koreai háború és a vietnámi háború áldozatai emlékének szentelik. Tíz kilométerrel lejjebb a Delaware folyónál fekszik egy városka, amelyet a 17. században a hollandok alapítottak, elfoglaltak a svédek, visszavettek a hollandok, akiket viszont kiűztek az angolok, akik... Az eredeti holland sugaras utcaszerkezet nagyrészt megmaradt, ahogy a Green főtér is, 350 év óta változatlanul. A városközpont ma műemlékzóna, ahol mintegy 500 épület van, amely a 17. századból származik. Ez William Penn szobra, akinek II. Károly angol király adományozta a mai Delaware és Pennsylvania földjét. Miután megérkezett Newcastle-be, tovább utazott, és megalapította Philadelphia-t. Azonban a szigorú Quaker kormányzás nem volt ínyire a Delaware megyében élő telepeseknek, akik 1704-ben sikeresen elszakadtak, és létrehozták a Lower Delaware kolóniát. Fővárosuk Newcastle lett, a törvényszék pedig rövid ideig Delaware parlamentje. Néha még tartanak itt tárgyalásokat, hogy ez maradjon az Egyesült Államok legrégebb óta folyamatosan működő bírósága. A 19. század folyamán Newcastle recesszióba került, így sokaknak nem volt pénze a házuk felújítására.
Ezért számos 18. századi ház eredeti állapotában maradt fenn, mint az Amstel House. 1730-ban épült egy jómódú földbirtokos Dr. Finney részére. Az 1920-as években a Newcastle Történelmi Társaság megmentette az Amstel házat, restaurálta, egy angol tájkertel kibővítette, majd 1929-ben megnyitotta a nyilvánosság előtt. 1801-ben épült a Reed House, amely az egyik legszebb példája az angol györgykori és az amerikai szövetségi stílus közti átmenetnek. A kertet 1847-ben alakították ki, és az egyik legszebb ilyen stílusú kert az országban. Ahol a Delaware torkolata szélesedni kezd, ott áll a folyó közepén Peepatch Island, azon pedig a Fort Delaware. Az erőd múltja nagyon változatos. Ez már a második építmény itt, mert az első az építkezés közben leégett. Amit ma látunk, nagyrészt az 1850-es években épült. Ötszög alakú és akkoriban az egyik legnagyobb katonai erődnek számított. Masszív talapzatához több mint 5000 facölöpöt ástak le a földbe 30 méter mélyen. Tanyát és egy kórházat építettek hozzá. Két év alatt a foglyok száma meghaladta a 11 000-et. A többi hadifogolytábortól eltérően Fort Delaware-ben a körülmények elég jók voltak, de szűkösek a fejadagok. Bizonyos Dawson hadnagy ezt írta. Reggelire egy bögre kávét kaptunk cukor és tej nélkül, két falat állott kenyérrel. Ebédre egy bögre levesnek csúfolt zsíros vizet, egy 5 centi széles és 1 centi vastag hús darabot, meg két szelet kenyeret. Vacsorára pedig ugyanazt, mint reggelire. A folyótól befelé terül el Newark városa és a Delaware-i Egyetem, melynek 16 000 alapképzéses és 3 000 mesterképzéses hallgatója van. Public Ivy-nak hívják, mivel állami iskolaként olyan színvonalú oktatást nyújt, mint egy borostyánligás magánegyetem. Története 1743-ra nyúlik vissza. Akkor alapították a Pennsylvania állambeli New Londonban. Ezzel az egyik legrégebbi egyetem az Egyesült Államokban. Egy akkori újságban megjelent hirdetés szerint úgy hírlik, Mr. Ellison házában ingyen tanoda nyílott az okulás előmozdítása véget, ahol minden személy jártasságot szerezhet a nyelvekben, s a szépirodalom más formái terén, az oktatásért járó fizetség nélkül. Nem kapta meg az akkreditációt, mert Delaware akkor még Pennsylvaniához tartozott. Csak 1833, 10 év múlva Delaware College lett a neve. Majd 1921-ben egyetemi rangot szerzett. Az állam sok városában láthatunk Delaware múltját idéző műemlékházakat. Ez itt Odessa 71-ben a városközpont műemléki besorolást kapott, amit 1984-ben további épületekre is kiterjesztettek. A várost a 19. század közepén nevezték át Odesszának, a Fekete-tenger partján fekvő ukrán város után. Dover városa mellett fekszik a nemzetközi NASCAR autóversenypálya, amit Master Mile-nak hívnak, és 1969-ben nyílt meg. A pálya előtt látható Miles, a szörny, amely az egyik utolsó üvegszálas építmény az országban. Talapzatát legendás versenyzők emléktáblái díszítik. Így a kocsik a 280 kilométeres sebességet is elérhetik, ami megterhelő az autónak és a sofőrnek is. A NASCAR a szériautók versenyzőben. Megtapasztalhatják, milyen igazi autóversenyzőnek lenni az ország egyik legjobb pályáján. Dovertől délre terül el a 436-os repülőosztály, más néven az Eagle Wing légitámaszpontja. A betonon hatalmas C5 Galaxy repülőgépek állnak, amelyek bármilyen utánpótlást elszállítanak a külföldön szolgáló csapatoknak.
Sokkal szomorúbb feladatuk, hogy az összes aktív szolgálatban elhunyt vagy megsebesült amerikai katonát a Doveri légibázisra kell visszahozniuk. A folyó vészjósló neve egy 1648-as eseményre útját meg, amikor a holland telepeseket csoportját megölték a helyi indiánok, akikről azt hitték, csereberélni jöttek. Az egyes számú főút egyik oldalán a Beret Chapel áll, amelyik a legrégebbi metodista templom Amerikában, és 1784-ben két magasrangú prédikátor találkozott, és neki kezdett a püspöki metodista egyház megalapításának. John Wesley, a metodizmus alapítója, elküldte Thomas Cookot Angliából Új-Amerikába, hogy keresse meg Francis Asbury prédikátort, aki itt maradt a függetlenségi háború után. Asbury Cook prédikációja közben megjelent, és ők lettek az első metodista püspökök Amerikában. Vissza a partra, ahol a St. John's folyó a Delaware-öbölbe beömlik. A torkolatot sós vízű lápok és sós mocsarak veszik körül. Tökéletes terep a kacsavadászathoz. Vadásztársaságok bérlik ki a földet, aztán gondozzák, ültetnek, megépítik a leseket és elkészítik a csalikat. Azonban a fölöttük elzúgó helikopter biztosan nem az, amire a vadászok várnak a kacsalesen. A parttól és a puskáktól távol vándormadarak ezrei gyűlnek össze és pihennek egyet, mielőtt elindulnak délfelé telelni. Louis település volt Delaware legelső városa, és mivel ez az állam írta alá elsőként az új alkotmányt, a helység úgy hívja magát, mint az első állam első városa. Sok szép épület található itt, de egy kitűnik közülük. Az Wannendal House. Régi holland épületnek látszik, pedig 1931-ben épült az első holland kolónia tiszteletére, amit Zwanendalnak hívtak 1631-ben. A ház a hollandiai Horn régi városházájának mintájára készült. A tetején álló szobor David Petersen de Vriest a kolóniát alapító expedíció vezetőjét ábrázolja. Louis kikötője ott terül el, ahol a Delaware-öböl az Atlanti-óceánba ömlik. Három évszázada ez a kikötő még tele lett volna bálnavadászokkal és holland kereskedőhajókkal. A kikötőt két hosszú hullámtörő gát védi, amely menedéket adott a hajóknak rossz időben is, mivel csak kevés védett kikötő volt ezen a partszakaszon. A belső hullámtörő építése 1826-ban kezdődött. Ez volt az első ilyen gát a világon. Mintegy 835 ezer tonna követ használtak fel hozzá. De 1896-ban egy új, nagyobb külső hullámtörőre volt szükség, mert a régit megrongálták a viharok. A végén a Harbor of Refuge világító torony áll. Az új hullámtörőhöz sokkal nagyobb, akár 13 tonnás köveket használtak, és 1901-ben készült el. Ma már mindkét hullámtörő műemléki jelentőségű terület. Kint a vizen a New Jersey komp látható, az öt komp egyike, amely a 7 kilométeres vonalon jár a Delaware-öbölben, Louistól a New Jersey-beli Cape May Pointig. A járatok 1964-ben indultak, amikor a virginiai Chesapeake-öböl kompjai az új híd miatt felszabadultak. Az üzemeltető cég hamar rájött, hogy bár sokan jártak át komppal egyik államból a másikba, önmagában is egyre népszerűbb turista látványosság lett. Ennek megfelelően a flotta a 90-es években nagy felújításon esett át, és az utasok kényelmére éttermeket, bárokat és várókat alakítottak ki, hogy a közel 3 órás oda-vissza utat kellemesebbé tegyék. Louistól nem messze van a Hennepin-fok.
Itt állt egykor Fort Miles, az egyik legnagyobb és legjobban felfegyverzett parti erőd a világon. 1941-ben épült, nem sokkal a Pearl Harbor-i támadás előtt. A II. Világháború tetőfokán mintegy 2000 katona állomásozott itt. Az volt a feladata, hogy megvédje a partvonalat az ellenséges támadásoktól. A homokdűnékbe hatalmas lövegállásokat ástak. Azonban Fort Milesnál sosem zajlottak harcok, a háború során egyetlen egyszer sütötte el ágyúit. 1991-ben megszűnt a katonai támaszpont, és az erőd ma a Henlopen állami parkhoz tartozik. A katonai övezet látványosságai a lövegirányító tornyok. 5 emelet magasak, megfigyelő állással a tetőn. Háromszögelési alappontokként építették őket, hogy meghatározzák és tengeralattjárók pozícióját, majd a koordinátákat a homokdűnékbe ásott lövegállásoknak továbbítsák. A parkban fennmaradt 5 torony közül az egyik látogatható. William Penn 1682-ben nyilvánította Cape Henlopen strandjait a majdani Egyesült Államok első közterületeivé. Kijelentette, hogy a fokot Louis és Sussex County polgárainak használatára kell bocsátani. Még ma is élnek a polgárok ezekkel a jogokkal, például a horgászok, akik szinte mindig a parton ülnek. Ez az egyik legjobb horgászhely az Egyesült Államok keleti partvidékének középső részén. Ráadásul az egész felszerelést kocsival ki lehet vinni a partra. Utolsó állomásunk néhány mérfölddel lejjebb a parton Rehoboth Beach, egy népszerű üdülőhely. A név bibliai eredetű, és azt jelenti nyitott tér. 1873-ban itt alapította meg a Wilmingtoni Püspöki Metodista Egyház a Rehoboth Beach Camp Meeting Association nevű egyesületet. 10 év múlva feloszlatták, és létrejött Rehoboth Beach városa. Gyakran hívják az ország nyári fővárosának, mivel nagy népszerűségnek örvend nem csak a helyiek, hanem a szomszédos államok Virginia, Maryland, Pennsylvania és Washington DC lakóinak körében is. Terüstönhető. Köztudott, hogy sok itteni vállalkozás tulajdonosa meleg. Például a meleg strandé, amit a helyiek Puddle Beach-nek hívnak. Talán a város legnépszerűbb pontja a 1,5 kilométer hosszú sétány a tengerparton. Eredetileg 1873-ban épült a strand, és akkor még a tengerpart mellett futó út közé. Az évek során a viharok átrajzolták a partot, de a sétány megmaradt. Ma ez köti össze Rehoboth látványosságait, a boltokat, játéktermeket és éttermeket. A parti sétányok fontos elemei az amerikai üdülőhelyeknek az 1870-es évek óta, és az ország mindkét partján megtalálhatók. Sok már nem is fából készült, de a neve megmaradt. Ez egy amerikai intézmény. És remek záróképe mai utazásunknak. Narrátor Kisfalvi Krisztina, magyar szöveg Kvajzer Erika, szerkesztő Nevelős Zoltán, munkatársak Csaba Tamás, Nagy Anna, Csorba Éva. A magyar változat a Sington stúdióban készült 2018-ban. Stúdióvezető Csaba László. Pollák 250. Kiállít.